köszöntöm kedves nézőinket. Őseink hagyatéka műsorunkat láthatják, és hát itt a nyakunkon a fergeteg hava, azaz a január, amikor persze ünneplik a születésnapjukat, a Bak jegyében született jó magyar emberek. Milyen napok várnak ránk itt a fergeteg havában? Ugye az első kiemelendő jeles nap az őseink hagyatéka szerint és megfigyelései alapján. Az nem más, mint január 6-án a vízkereszt napja, amikor, hogyha fagy, tehát ha január 6-án hideg van, akkor még sokára jön a tavasz. Viszont, hogyha hó esik a január 6-án, akkor korán tavaszodik. Ha pedig a fúj a szél, akkor az jó termőidőt ígér. Tehát akkor jól termés várható. Január 17-e, ez a Szent Antal napja, aki a beteg emberek és az állatok védőszentje. Aztán a következő ilyen jeles nap a piroska napja, ami január 18-a, ami igen fontos megfigyelni, mert hogyha fagy, akkor az 40 napig el nem hagy. Tehát a piroska napján fagyos idő van, akkor bizony hosszú-hosszú elhúzódó tél vagy hideg idő várható. És január 20-a, ami pedig Fábián és Sebestyén napja, ez az első tavasz ébresztő nap, ami azt jelenti, hogy ilyenkor kezdenek el a fák először nedvet szívni, elindul először a nedvkeringés a fákban. A régiek azok úgy is tartották, hogy ettől a naptól már nem volt illő vágni ki fákat, csak azokat a fákat dolgozták föl, amiket már eddig az ideig, január 20-áig kivágtak. Hát ma már egész évben vágják az erdőket, de hát nem is gondolnám, hogy cél lenne a magyar hagyományoknak az őrzése jelenleg Magyarországon. De talán, hogyha Amerikából jön egy ilyen szokás, hogy valonnan külföldről, akkor elővennék, úgyhogy hát egy ügyes ember segítségével jöhetne ez külföldről is, és akkor újra divat lenne, és odafigyelnénk az erdőre. Na de, menjünk tovább. 21-e, január 21-e pedig Ágenes napja. Ha derült az idő, akkor ez jó termést ígér. És egy nagyon fontos dolog az Ágenes nappal kapcsolatban, ugyanis úgy tartották az ősök, hogyha a lányok Ágenes napján böjtöltek, akkor megálmodták a jövendőbeliüket. Úgyhogy aki úgy gondolja, és még nincs meg a választottja, vagy éppen nem tud dönteni, akár érdemes megpróbálni Ágnes napján egyet böjtölni, és éjjel álomban meglátni a jövendőbelit. A következő az január 22-e, Vince napja, ahol ugye azt mondják, hogy ha az eresz csorog, ha az eres megcsordul, akkor a pince megtellik. Tehát, hogyha Vince napján kisüt a nap, jó idő van, derült idő van, felmelegedés van, akkor az jó szőlőtermést ígér, és hát nagyon fontos volt még, hogy 25-én ünnepelték, vagy tartották az ősök, ugye, ez a pálforduló napja, ugyanis ha ezen a napon meleg volt, akkor hideg idő következett, illetve fordítva, hogyha pedig hideg volt, akkor pedig meleg időszak következett. Úgyhogy ezek a
megfigyelések, népi megfigyelések, jövendélések jellemzőek a Fergetek havára, aminek egyébként ugye benne van a neve, hogy hát ez a leghidegebb hónap elvileg az esztendőben, nem véletlenül a Fergetek hava nevet kapta, ugye ilyenkor azért még az is előfordulhat, hogy havazhat, bár már sajnos egyre ritkábban látunk, és egyre rövidebb ideig havat, illetve ilyenkor gyakoriak azért a hideg, szeles, hűvös, ha hó is van, akkor pedig hófúvásos napok. És hát ugye ez az év első hónapja, az új célok, az új tervek, a fogadalmak, a megtartott és meg nem tartott és elnapolt fogadalmaknak az időszaka, amikor szembenézünk magunkkal, és hát bizony-bizony ugye ilyenkor ünneplik a legtöbben a kegyében született emberek a születésnapjukat. És hát milyen emberek is lehetnek ezek a bak jegyében született emberek? Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes karakter, a bak jegyű ember. Nagyon fontos hozzátenni, hogy a legtöbb sikeres vezető az a bak jegyében született. A két véglet, tehát vagy az abszolút siker, vagy az abszolút szorongás és depresszió. Tehát a csillagos égbolt és a föld, tehát ez a kettő, és a kettő között természetesen van nagyon sok minden, de így nagyon-nagyon jellemzően a végleteknek az embere tud lenni a bakjegyű ember. Általában nagyon éles eszű emberről beszélünk, amikor bakjegyű emberről beszélünk. Kíváncsi típusú ember a bakjegyében született ember, ami azt jelenti, hogy nagyon sok kérdése van általában, és nyugodtan lehet azt mondani, hogy sok kényelmetlen kérdése van, mert ő valóban kíváncsi, és valóban a dolgok mélyére szeretne lásni, ezért sokszor akár kényelmetlen, vagy mondhatnánk faragatlan kérdéseket is föl tud tenni, de ez semmiképpen sem személyünk ellen való, hanem az ő természetéből fakadó. Tehát ez már kis gyerekeknél is, bakjegyű gyermekeknél is nagyon gyakori, hogy egészen személyes vagy személyeskedőnek tűnhető kérdéseket tesznek föl, de semmiképpen sem kutakodni vagy vájkálni akar a magánéletünkben vagy a belső életünkben, hanem egyszerűen ő kíváncsi, szeretné az egész világot érteni, de ami ettől sokkal fontosabb, megváltoztatni. Tehát ő nagyon szeretné, hogy mondjuk, tehát ő neki a világbéke az tényleg az egész világról szól, és neki van egy ilyen belső útja, egy ilyen belső jó akarása, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát ő nem csak hogy elképzelni, de se elhinni, se megérteni nem tudja, hogy van olyan, aki nem akar jót a másiknak, vagy akit nem érdekel a másik. Tehát ő tényleg szeretné úgy, hogy segíteni tudjon mindenkinek, egy elképesztően segítőkész típusú ember, a bakjegyű ember, ezért nagyon sokan és nagyon gyakran becsapják. Ez a naivitás azért, ahogy az életkor halad, ez a sok csalódásnak köszönhetően, de mindig átmegy a baka a csalódás sorozatokon ahhoz, hogy kicsit tanuljon, és fog összeszorítva talán az élete második felében már tud néha nemet mondani,
de nem igazán jellemző. Tehát ő nagyon sokszor úgy segít, hogy ő biztos, hogy ráfizet, de neki jobb. Még akkor is, hogyha ráfizet, hogyha tud segíteni. Tehát egy nagyon empatikus és erős szociális hajlamú emberről beszélünk, amikor a Bakhegyében született emberről beszélünk, de ennek a sok csalódásnak lehet az eredménye, hogy nagyon hajlamos, meg hogy az egész világot szeretné megérteni, és az egész világot szeretné jobbá tenni, és ezt nagyon sokan nem, hogy nem értik meg, hanem egyszerűen butának nézik miatta, ez rengeteg csalódás szül az életében. És ettől nagyon hajlamossá válik a depresszióra, a szorongásokra, az aggodalmakra, amik később átmehetnek már akár félelmekbe is. Alapvetően van egy nagyon furcsa, ironikus hangulata és stílusa a bakhegyi embereknek a nagy részének, viszont egy biztos, hogyha ő elhatároz valamit, akkor azt az eseteknek a 95%-ában végig szokta csinálni. Akkor is, ha közben rájön, hogy ez már neki nem kifizetődő, vagy nem, hogy nem nyer rajta, hanem veszít is rajta, a baknak a becsület az egy fontos kérdés, és többet ér számára a pénznél, bár a legsikeresebb üzletemberek azok bakjegyűek. Úgyhogy a tartós sikerekről beszélünk. Nem az átmeneti sikerekről, ott más, ott van a vízöntő is, stb., de aki mondjuk meg is tudja őrizni, vagy még tovább kamatoztatni a szerzett vagyonát, akkor viszont a bakjegyű emberről beszélünk. Maga a megbízhatósága miatt nagyon magas pozíciókba tud eljutni, de az nagyon fontos, hogy most egy kicsit azt tudnám mondani, hogy talán most ez nem annyira a bakjegyű emberek világa, ugyanis azért a mai magasabb körökben lévő üzleti gondolkodásban nem annyira fontos a becsületesség, inkább zavaró lehet a bakjegyű embernek a becsületessége, ő viszont nem megy bele olyan játékokba, ami neki lelkileg megalázó lenne, és neki a nem becsületesség, a hazugság, a nem törvénynek megfelelő életmód, az neki nem jó életmód jellemzően. Vannak kivételek, tehát akik belemennek azért olyan játékokba, de alapvetően a pakasz tiszta lapokkal szeret játszani. Emiatt nagyon sokszor megkaphatja azt, hogy nyers, vagy éppen faragatlan, vagy arrogáns, de ilyen célja nincs, hanem egyenesen magyarul szokott általában beszélni. Már kicsikorban is el van az ő saját világába. Tehát a bak az nagyon el tud vonulni a világtól. Ő abszolút minden képessége és hajlama és vágya is megvan rá, hogy ilyen szinte remeteszerű életet éljen, akár egy erdőnek a mélyén egyedül, ahol igazából ő szereti az embereket, csak egy idő után már megtelik a hócipője avval, hogy idézőjelben őt bántják. És akkor inkább mégis, amellett, hogy szereti az embereket, inkább mégis választja az egyedüllétet, ahol elég távol van tőle szinte mindenki, bár a család az nagyon-nagyon fontos a bakjegyű embernek a számára, akkor is, ha ő nehezen tudja kimutatni a szeretetét. Tehát minden igénye megvan a baknak a szeretetre, de nagyon nehéz megtalálni a nyelvét
ahogyan a szeretetet felé ki lehet mutatni, illetve ahogyan ő maga ki tudja mutatni a szeretetet. Ezért is nagyon érdekes, hogy például egy bakjegyű embert azt nem lehet meglepni. Tehát ott nincs ilyen meglepetés parti, vagy olyan ajándék, hogy úristen úgy meglepődik, hogy kiugrik a bőréből, mert egyáltalán nem ugrik ki. Megkap például egy ilyen poharat, mint ami nekem itt van, és akkor lehet, hogy kezébe se veszi először. Csak megnézi. Eltelik pár óra, akkor esetleg megnézi, és eltelik akár pár nap, amire iszik belőle, amire birtokba veszi, amire tényleg elhiszi, hogy az tényleg az övé. Tehát neki ehhez idő kell, ez nem úgy van, hogy fú, megkaptam a hónom alá, csapom, és már megyek is vele, és már használom, mint mondjuk egy vízöntő vagy egy ikrek, a bak az nem ilyen. Tehát neki ehhez idő kell, és ő neki általában az ilyen mélyebb érzelmi dolgokra is sokkal-sokkal több idő kell, hogy le tudja reagálni. Ez nem azt jelenti, hogy nem érez egyből, de igen, csak kimutatni, reagálni, főleg a sok csalódás és a sok becsapás vagy kihasználás miatt még inkább ahogyan telnek az évek, még nehezebben meri kimutatni az érzéseit, és hát általában elég sarkosan látja a világot, tehát egy ilyen nem túl jó mondás, de hogyha valaki túl van pörögve és túlságosan vidám, és nem tud, hogy lehiggadni, akkor üljön le egy órát beszélgetni egy bakjegyű emberrel, hogy látja a világot, és garantáltan le fog feleződni az állapot, mert a bak az annyira hajlamos arra, hogy szürkének lássa, vagy sötétnek a világot. Tehát ha az erdőbe sétál az ember, ahol minden jó, napsütés van, gyönyörű fák, minden ideális egy erdei sétához, akkor is lehet egy kidőlt fa, amit miért nem visznek el, miért nem adják oda a szegényeknek, a rászorulóknak, ezt föl lehetne használni. Miért csak mi vagyunk mondjuk ketten az erdőben, ha meg ott van 100 ember, minek ide ez a sok ember, tehát hogy mindenben tud valamit találni, amitől tud egy kicsit morcogni, vagy rossz kedve lenni, de ő ilyen. Mind a mellett, ugye, ami ennek ellenére, hogy tud ilyen morcogó, meg depresszív, meg lehangoló is lenni, mind a mellett akkor is egy óriási szociális érzék van benne, minden elesetnek segítséget nyújt, akkor is, hogyha ő már elesett, akkor odaadja a botot a másiknak, hogy előbb álljon ő föl. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes emberről beszélünk, nagyon tud tanulni, és ami érdemes odafigyelni már gyerekkorban, aki bakjegyű gyermeket nevel, hogy tanítsuk meg kifejezni az érzéseit egyszer, ez egy fontos dolog, hogy merje kifejezni az érzelmeit, ne hagyjuk, hogy elnyomja magában, és főleg mi ne nyomjuk el benne, akkor is, ha nem értünk vele egyet ezekkel az érzésekkel, azért fontos, hogy beszélgessünk vele. És a másik nagyon fontos, hogy ne hagyjuk. Tehát már gyerekkorban nagyon gyorsan ki tud alakulni benne egy megfelelési kényszer. És nagyon hajlamos a komplexumokra, az anyakomplexus, apakomplexus, és sorolhatnám tovább. És ez a megfelelni akarás, mert ő csak úgy érzi, hogy akkor jó, ha jól tanul, ha mindent tud csinál, és közben belegebed. És ez nagyon fontos, a szülők, nagyszülők nagyon sokat tudnak tenni érte, hogy egy egészséges lelkületű és világlátású felnőtté tudjon válni, hogyha gyerekkorban odafigyelünk rá. És tisztázzuk vele, hogy attól, hogy valaki mondjuk 3-ast kap, vagy 4-est kap, hogy nem csak kitűnő, attól még nem lesz rossz ember. Az csak egy tanulmányi eredmény. Az emberi minőségén ez semmit, de semmit az égvilágon nem változtat. És hogy nyugodtan beszélhet. Ő is hangosan, nyugodtan nevethet. Ő is hangosan, tehát a bak az nagyon be tudja szorítani magát, nagyon
képes határokat tartani, és mindig szorosabb és szorosabb, néha már olyan szoros határokat, hogy igazából belegebet. A bak a szabadságra termett. Tehát a baknak nagyon jó, hogyha tud jönni, menni, tud intézkedni, le tudja írni, vagy el tudja mondani a gondolatait. Nem feltétlenül mindig szórakoztató, de sokat tanulhatunk még egy gyermek bakjegyű embernek a világlátásából is, de nagyon fontos, hogy hallgassuk meg, nagyon fontos, hogy hagyjuk, hogy valami olyan szórakozása legyen, valami olyan hobbija, vagy olyan játék, amiben ő megélheti a saját énjét. Nem feltétlenül kell, hogy a szülő vagy a másik testvér számára is szórakoztató legyen az, amit ő csinál, ami nagyon fontos, hogy őt tényleg ki tudja kapcsolni, és tényleg meg tudja élni benne a saját énjét. Hogy ki tudjon bontakozni, és hogy ne zárja már gyerekkorába be teljesen a kapukat, hogy ne zárkózzon be, és ne egy megkérgesedett, megkeményedett kisfelnőtt legyen, hanem igen, maradjon gyerek. Ő eltérő, teljesen a viselkedése már gyermekként is a többi gyerekhez képest, másképp örül, másként nevet. Tehát a többi, hogyha elesik valaki, akkor a többiek kacagnak, ő oda megy és felállítja. És rögtön nézi a zsebébe, hogy van-e nála zsebkendő, tud-e adni neki egy tiszta zsebkendőt, amivel letörli a másik a lábáról a vért, vagy ha sír a másik, akkor ő hamar előfordulhat, hogy együtt sír vele, de ezért ne vessük meg, mert ő ettől nem gyengébb ember, egy cseppet sem. Tehát talán azt tudom mondani, hogy az egyik legkeményebb jegy, hiszen ő, ha valamit elvállal, akkor az biztos, hogy véghez fogja vinni. Az lehet, hogy mások számára már zavaró kitartással és erőfeszítéssel, és hihetetlen erőfeszítéssel, de végig fogja csinálni. És ami nagyon fontos, becsülettel. Ez egy nagyon fontos dolog, és ez egy nagyon pozitív része a baknak, természetesen ahol erőteljes a pozitív, a napsütötte oldal, ott nyilvánvalóan az árnyék is nagyobb, de hát minél nagyobb a fény, annál nagyobb az árnyék. Ez nagyon sokat múlik azon, aki a környezetében van, aki a párja, vagy aki a testvére, vagy aki a szülője, nagyszülője, hogy ezt hogyan fogadjuk, és hogyan erősítjük benne a pozitív dolgokat, és hogyan segítjük hozzá, hogy a kevésbé fényes oldalt pedig úgy tudja megélni, hogy minél kevesebb lehúzó erő legyen benne, és valahogy átfordítani azt is, hogy abba is legyen számára is, és a környezet számára is valamilyen emelő erő mindenképpen. Úgyhogy itt van a január, a fergetek hava, nagyon sok dolog van, amire érdemes odafigyelni, ugye ezek a jeles napok, és ezek mindig hozzák magukat, mindig megállják a helyüket, nem véletlenül használták évszázadokon keresztül ezeket a megfigyeléseket, azért, mert működtek. Az őseink olyan dolgokat hagytak ránk kivétel nélkül, amelyik mind a mai napban, a mai életben is megállja a helyét. És hát ezúton is szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni a bakjegyében született embereknek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak.